20 Szabolcs-Szatmár Bereg megyei együttes nevezett a Magyar Kupa megyei selejtezőjére, ahonnan végül 3 csapat jut majd fel az országos főtáblára. Az MLS megyei igazgatósága 4 csapatot kiemelt, az első körből pedig 8-ra jutott tovább. A 12 érintett együttest nyílt sorsoláson párosították össze hétfőn az igazgatóságon. Vannak pikáns mérkőzések, eleve érdekes az, hogy a pályán maradt, illetve hát a versenyben maradt 12 csapat közül, ugye 8 első osztályú és 4 másodosztályú, és a 4 másodosztályút egymással ellen húztuk ki, tehát ez azt jelenti, hogy lesz olyan 2 pár, ahol a másodosztályok játszanak egymással ellen, így értelemszerűen 2 megyei másodosztályú csapat képviseli magát majd a 3. körbe is, tehát reális esély lesz arra, hogy megye 2. csapat feljusson az országos főtáblára, hiszen ne felejtsük el, hogy a 3. kör után a 3 győztes az már az országos főtáblán folytatja majd. Pikáns párosítások közül pedig mindenféleképpen kiemelendő a Nagyecsed és az Ibrány mérkőzése. Azt hiszem, hogy ez mindenféleképpen érdemes lesz oda majd kilátogatni. Érdekes találkozó lesz, tavalyi évben is egymás ellen is játszottak a kupába, bajnoki meccseken is igen szoros mérkőzéseket játszottak, és az is mindenféleképpen fontos megemlíteni, hogy voltak olyan bravúros eredmények az első fordulóban, hogy másodosztályú csapatok búcsúztattak első osztályú csapatot, gondolok itt a Csenger és a Gyulaháza bravúrjára. A Nagyecsed-Ibrány mérkőzés mellett Nyíribron-Csenger, Újfehértó-Vásárosnamény, Rakamasz-Gyulaháza, Balkány-Tarpa és Mándok-Mátészalka találkozókat rendeznek augusztus 21-én 6 közékerülésért. A hétvégén rajtol a bajnoki szezon is. A bajnoki rajterőt most csütörtökön délután 17 órától lesz egy nagyon fontos tájékoztató, méghozzá a labdarúgás versenyszabályzat módosításokról, hiszen azt szinte nagyon sok fórumon olvashatták a megyei futballbarátok, hogy június 1-től az IFAB rendelkezés alapján a FIFA ugye nagyon komolyan változtatta a labdarúgás játék szabályainak bizonyos megítéléseit, és ezzel kapcsolatosan egy bő órás előadást fogunk tartani, méghozzá a megyei játékvezetői bizottság megbízásából Szilágyi Norbert MB-s játékvezető fogja a remélem minél nagyobb számú csapatvezetők, vezetőedzők, csapatkapitányoknak megtartani ezt a tájékoztatót, hiszen nagyon fontos, hogy tisztában legyenek majd az együttesek, a játékosok és az edzők is azzal, hogy mik változtak a játékszabályokba, úgyhogy én mindenkit arra tudok buzítani, hogy fáradjon el csütörtökön Baktalórendházal és hallgassa meg ezt az előadást. Mivel a szombat munkanap, 3 megyei első osztályú meccs kivételével vasárnap lépnek pályára a megye 1-es és megye 2-es csapatok. A megyei harmadosztályban a jövő hétvégén kezdődik a bajnokság.